nem kezdtük jól a mérkőzést, pedig ez az utóbbi időben nem volt ránk jellemző, főleg az első fél időben voltunk jobbak, úgyhogy ez most egy kicsit más lett, máshogy sikerült. Összességében azért az első fél a honvédé volt szerintem, úgyhogy megérdemelten szerezték meg a vezetést. A második fél időben szerintem voltak periódusok, amikor többet domináltunk, és ha bár a honvédnak voltak kontra lehetőségei, azért szerintem megérdemelten egyenlítettünk. Végén próbáltuk megnyerni a mérkőzést, ebben igazából benne volt egy vereség és egy győzelem is. Hát ugye döntetlen lett a vége. Hát nyilván azt majd vissza fogjuk nézni, hogy miért sikerült így, milyen rosszul kezdeni a mérkőzést. De szerintem igazságos döntetlen született. Mielőtt ilyen gólt előtted, az egyenlítő gólt, hogy született a gól? Hát valahogy ott jobb oldalt volt egy kavarodás. Két honvédő egy kicsit szerintem egymásra várt, és akkor oda csorgott elém a labda. Meg úgy éreztem, hogy azt tizatos vonalról egyből elrúgom. A Kanta Józsitól tanultam, ellestem tőle. Úgyhogy örülök, hogy sikerült, ez azért az ő védjegye egy kicsit, úgyhogy örülök, hogy legalább ezt sikerült ellesni tőle. Hát örülök azért, hogy legalább egy pontot ért. Nyilván nagyon szomorúak lennénk, hogyha nulla ponttal jöttünk volna a pályára, úgyhogy legalább ez a pozitívum. Érdekes ez, hogy mentetetek tulajdonképpen egy pontot, mégsem jöttetek ki belőle jól a tabellán, hiszen ahelyett, hogy előztetek volna a Honvédot, visszacsúsztatok az ötödik helyre. Ha visszanézel most erre a szezonra, akkor eddig hogyan látod az MTK teljesítményét, mennyire vagy vele elégedett? Ha most ugye a második helyen lennénk egy győzelemmel, akkor nagyon pozitívan tudnék nyilatkozni. Látszik, hogy azért nagyon szokon múlik ez az egész, és nagyon kiegyenlített ez a 12 csapatos bajnokság. Én azt mondom, hogy minden pontot meg kell becsülni, főleg amit így szerez egy csapat. Úgyhogy azt gondolom, pontszámban ott vagyunk a dobogó közelébe, és feltett szándékunk, hogy úgy kezdjük ezt a második kört, hogy ahogy az elsőt. Tehát az első 6 fordulóban szerintem nagyon jól szerepeltünk, és nagyon jó formában, és nagyon jól játszott a csapat. Úgyhogy bízom benne, hogy ezt így fogjuk tudni kezdeni, és akkor ismét ott lehetünk a dobogó. Ha lehet így mondani, sokat szoktunk viccelődni azon, hogy az MTK meccsekre kevesen jönnek ki, de úgy látszik, hogy a szurkolók jutalmazzák azt, hogy jól teljesítettek, hiszen ma nagyon sok MTK szurkoló volt. Mit szóltatok, hogy ilyen sokan jöttek ki? Igen, nagyon szépen köszönjük, nagyon sokat segítettek, és tényleg remek hangulatú mérkőzés volt. Hát nagyon bízunk benne, hogy legalább ez a késői gól egy kicsit katarzis élményt okozott, még ha nem is nyertünk, és legközelebb jövő héten is nagyon sokan kiadnak, mert nagyon sokat számít, és tényleg most már azt a hazai pályát tényleg nagyon előnyünkre kéne fordítani, mert ez nem sikerült az első 11 fordulóban, és nagyon bízunk benne, hogy jövő héten is kijönnek, és sikerül egy győzelembe hajszolni minket. Jövő héten Újpest nem lesz könnyű. Úgyhogy az első fordulóban sikerült megverni őket, úgyhogy nincs félnivalónk szerintem. Talán a hazai pálya lehet félnivalónk, hogy idegenben jobbak vagyunk, de viccet félretéve hát győzelemre készünk természetesen. Ez az Újpest is kezd egyre jobb formába lendülni. Végülis mi is 3 meccsen veletlenek vagyunk, úgyhogy szerintem egy jó mérkőzésre van kilátás, és nagyon-nagyon szeretnénk itthon tartani a 3 pontot végül.